Négy szem közt majd a küldöttségi tagokkal együtt munkaebéd keretében tárgyalt egymással a szerb és az orosz elnök a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban. A két államfő az utóbbi egy évben már háromszor találkozott, összességében pedig ez volt a két politikus 17. megbeszélése. Elhangzott, hogy a gyakori találkozók azt bizonyítják, Szerbiát és Oroszországot a hagyományos történelmi, kulturális és vallási kapcsolaton felül baráti viszony köti össze. A sok témát érintő megbeszélésen kiemelt helyet kapott Szerbia gázellátása. Alekszandar Vučić kiemelte, hogy a szerb ipar szintje teljes mértékben az orosz gáztól függ, és minél nagyobb mennyiséget kell biztosítani. Mint mondta, eddig Ukrajnán és Magyarországon keresztül érkezett a gáz Szerbiába, de az orosz-ukrán viszony miatt ez bármikor veszélybe kerülhet. Így további gázszállítási útvonalak kialakítására, valamint a gáztárolási lehetőségek bővítésére van szükség. Dobio sam uveravanja predsjednika Putina, gospodina Millera i svih drugih da ćemo moći da kupimo dodatne količine gasa sa teritorija i nekih drugih zemalja ruskog gasa, da sa sigurnošću možemo da čekamo i izvesnošću prvi i drugi kvartal sljedeće godine, bez obzira na to kako će teći razgovor između Rusije i Ukrajine. Vladimir Putin közölte, Oroszország semmiképpen sem szeretné megszakítani a Szerbiába irányuló gázszállítást, és arról tájékoztatta a szerb kollégáját, hogy Szerbia számára biztosított lesz a gáz a jövőben is. Problémaként vetődött fel azonban az, hogy úgy tűnik Bulgária szándékosan akadályozza az Európába tartó gázvezeték építését. Без українського транзиту далі чому може у найближче время да обезбедимо повечання експорту. То є питання, яке ми розматривали. Що се тиче можуть участі Сербії у транзиту руського газу крос турський ток, да, на то є могуче, о томі у стварі і наші партнери на Балкану і Сточної Європи поставлюють то питання, ми смо спремні. Сербський део від границі бугарське до майджорське скоро є спреман. Тому 90% вече поставлено і 85% су спремні. A két államfő érintette a Szerbia és Koszovó közötti viszony kérdését is. Alekszandar Vučić kételjének adott hangot, hogy a kérdés a közeljövőben megoldódhat, míg Vladimir Putin közölte, Moszkva Belgrád mellett áll, nem ismeri el Koszovó függetlenségét, hanem az ENSZ 1244-es határozatában foglaltak szerint lép fel a Koszovót érintő kérdésekkel kapcsolatban.